Augusztus 17-én kerül megrendezésre a Drehai Kutaspuszta-Falu Nap. Óbecse község, a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság, a Bethlen Gábor Alapítvány, a Magyar Nemzeti Tanács és más adományozók támogatásával a 31. ünnepre gazdag és tartalmas rendezvényprogrammal készültek a szervezők. Így 9-től 13 óráig főzőversenyt szerveznek, melynek regisztrációs díja 2500 dinár. Az érdeklődők jelentkezése pedig augusztus 14-éig tart. A 064-168-9361-es telefonszámon. Eddig van egy pár csapatunk, ahhoz képest, hogy ugye több helyen Szent István napi ünnepséget tartanak, azért nem fogunk szégyent vallani, tehát van, aki ide fog eljönni. Ami még érdekes az, hogy az első három helyezett az jutalomba részesül, természetesen az első helyezettnek még egy külön ajándékot is fognak kapni. Ebbe a kotizációba, tehát a kotizáció 2500 dinár, ezért húst kapnak, a többit, a tűzrevalót, a fölszerelést pedig a csapatoknak, maguknak kell biztosítani. Ami még lényeges, nem határoztuk meg, hogy hány fő főszer, tehát egész csapat. Ha gondolják, 2-3 személy, de hogyha gondolják, egy baráti társaság, amelyik nagyobb, az is részt vehet ezen a főzőversenyen. Délelőtt 11-től 12 óráig Szent Mise, 12-től 13 óráig kulturális és művelődési program, majd ebéd és a főzőverseny eredmény hirdetése lesz. 10 órai kezdettel, amikor a vendégeket fogadjuk, várjuk, hát mikor összejön a vendégek a környéki falukból is, akkor hát az a szokásunk, hogy megyünk a templomunkban, ami itt a falunkban van, és visszük a kenyeret, a kalácsot, pogácsát, és a helybeli papunk, atyánk azt szokta megszentölni azt az új kenyeret, és végighallgassuk a szentmisét, ami a lényeg, és amikor persze meg van szentölve az a kenyér, útközben minkasztat megtörjük, és mindenki, aki akar, vagy hát jó van, úgy érzi, hogy az szüksége van egy falatra, és akkor hát mindenkit megkínálunk, és mikor ideérünk a tethelre már, amik a vendégek is, még akik nem is vettek részt, még azokat külön még megkínáljuk, ami a lényege, hogy hát mindenki bár egy falatot egyen abból a szentölt kenyérből, úgyhogy ez egy régi szokásunk, és ezt hát mindig így szoktuk betartani. A templomból való visszatérés után, egy bizonyos úgymond fölfrissülés után lehetőség, vagyis megkezdjük a kulturális programot, amit a Petőfi Sándor, Becsei Petőfi Sándor kultúrkörrel együtt szerveztünk. Ebbe természetesen részt vesznek a helyi gyerekek, helyi iskolának a diákjai, utána pedig Koncz Éva énekesnő fogja szórakoztatni a vendégsereget, azzal, hogy mindez után kezdődik az ebéd, úgy számítottuk, hogy körülbelül egy órakor ugye ebéddel ajándékozzuk meg a jelenlévőket, utána pedig olyan 2 óra után 14:30 kezdődnek a gyerekprogramok. A legfiatalabbaknak foglalkozásokat tartanak a program során. 14 és 16 óra között sampitevésben, gyümölcsléivásban, zsákfutóversenyben versenyezhetnek, de megtekinthetik az Ökobecse által szervezett bábszínházi előadást is. Ami még az egésznapi szórakozási lehetőséget illeti, a fölnőttekre is gondoltunk, vagyis a legényekre, úgymond erős férfiakra, ugyanis kötélhúzó verseny lesz a számukra, és egy sörivó versennyel fog fejeződni a hivatalos része. A többi pedig, hát mint ahogy mondottam, zenészünk lesz, tehát aki akar, itt tud szórakozni a délutáni órákig, 6-7 óráig.
Szervezünk egy olyan meglepetést a gyerekek számára, ami nem szeretnék elmondani, az a vágyunk, hogy minél több gyerek részt vegyen, akár helybeli, akár vidéki. Ez egy érdekes, úgymond szórakozást fog biztosítani a számukra, még plusz szórakozás lesz. 16 órától a tervek szerint az esti órákig tart a felnőtteknek szóló koncert. Ben vagyunk, és akkor a tömeg is lehetséges, hogy kisebb lesz, de ha bár mink, igyekszünk, hogy minél több számban megjelenjenek az elköltözöttek is, meg a falu környezeti népe is.